Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Gyűjtés. Folyamatosan várják az adományokat Budakalászon az ukrajnai menekültek javára. Hulladékgyűjtés. Május 28-án adhatják le a lakók a háztartásokban képződött veszélyes hulladékot. Bújj ki a plasztikzsákból. Pejcsik Panna bemutatta az új dalát. Folyamatosan várják az adományokat Budakalászon az ukrajnai menekültek nehéz helyzetben lévők javára. Több szervezettel van kapcsolatban a település, így célzottan gyűjtenek a faluházban hétfőtől péntekig 7 és este 8 óra között. Azonnal fogyasztható kész ételek, kekszek, tisztálkodási szerek, pelenka, vény nélkül kapható láz és fájdalomcsillapítók. Ezekkel volt teli a gyűjtés kezdetekor a szállítmány, ami Budakalászról indult Kárpátaljára. Többször indult útjára a háború kezdetekor a segélyszállítmány, amit több szervezeten keresztül jutattak el a rászorultakhoz a szervezők. Március elején már itt, sőt február végén a háború elindultával nagyon hamar kapcsolt a budakalászi közösség is, és létrehoztunk itt a faluház területén egy gyűjtőpontot. Azért itt, mert itt nagyon sok ember ismeri ezt a helyet, lehet parkolni, könnyen meg lehet közelíteni, ismerik az emberek ezt a helyet, és ismerik az itt dolgozó embereket is. Tehát tudják, hogy nem egy elutasításra fognak találni, hanem segítőkészséggel találkoznak. Hozták is az első időszakban a segélykiáltásra, hogy így fogalmazzak. Nagyon sok minden, tartós élelmiszer, akkor még ruházatot, pokrócot, takarót, ilyesmit, hiszen nagyon hideg időszak volt. Azt is hozták boldogan az emberek, és tényleg nem győztük fogadni. Ez a kis helység, amit, ahol itt állunk, ez gyakorlatilag csurik tele volt. Tehát ez mozdulni nem lehetett az egy hét alatt összejött segélyszállítmány alapanyagból, és nagyon örültünk neki, és lelkesek voltunk, hogy hú, hát ez nagyon jó, ennyire örömmel jönnek az emberek, és hozzák. De hát, ahogy lenni szokott, ez a kedv ilyenkor egy idő után alább hagy sajnos, és hát azért lényeges, hogy hová kerülnek ezek a dolgok. Ugye a médiában mindenféle hírek terjengtek arról, hogy volt, ahol nem szeretettel fogadták a magyarországi szállítmányt, meg ukránok részéről ellenségeskedés is nem annyira tökéletesen jó a két ország viszonya, úgy tűnik legalábbis sok szempontból, és sajnos a politika meg a médiának ez a típusú szenzációhajhássága ez oda vezethetett, hogy egy kicsit emiatt is alább hagyhatott az emberek adakozási kedve. Na, hogy hová kerültek ezek a dolgok? Hát először is mi nem egy nagyon nagy segélyszervezethez fordultunk, hogy akkor mondjuk a Máltaiaknak vagy Vöröskeresztnek, akiket nagyon nagy tisztelettel vagyunk az irányukba, hanem szeretünk volna olyat, akit ismerünk. És hát Budakalászon lakik egy orvos, Koroknai András doktor, aki a Magyar Katolikus Caritas orvos missziójának az egyik vezetője, és hát ő volt az, aki fölvette kapcsolatot tulajdonképpen a részben az önkormányzattal, részben pedig velünk, és hát megismertük az ő munkájukat, és nyugodt szívvel mertük rájuk bízni a segélyszállítmányt, hiszen tudtuk, hogy itt gyakorlatilag ugyanúgy, mint a másik alapítvány, amiről mindjárt mondok meg néhány szót, ugyanúgy kézről kézre adja a dolgokat. Közvetlen kapcsolat van az orvos misszióval és a kegyes alapítvánnyal, akik a legnehezebb helyzetben lévőknek segítenek. Ment a menekülteknek közvetlenül az orvos misszió által, ment azoknak a ottani kinti közvetlen segítő, tehát falvakon belül segítő szervezeteknek, akik ott szétosztják embereknek, hiszen nagyon sok ember van, aki ott szembesült azzal, hogy az ukrajna távolabbi területeiről érkező menekültek bizony nem tudnak átjutni olyan hirtelen a határon, és addig is nekik enniük kell, ruházkodniuk kell. Ne felejtsük el, ez a télvégi időszak volt, tehát még nem volt olyan hú, de nagyon meleg, mint most, nagyon kellemes idő van, de akkor ez nem így volt. És viszont ezeket az embereket le kellett telepíteni. A másik célterület az pedig oda már régóta jár az orvosmisszió, azok a Kárpátalja mélyebben bent fekvő területei, egészen több száz kilométerre a mai magyar határtól. Ott is konkrétan falvakba viszik el a segélyszállítmányokat, úgy csomagolják eleve össze, hogy az adott településre, amit szánnak, az egy kupacban van összerakva, és célirányosan úgy rakják le.
Nagyon jól ment az első időszakokban, ha jól emlékszem, 4 szállítmány ment el innen, tehát 4 nagyobb autóval. A Prolan ZRT nagy segítségünkre volt az autójukkal, és nem csak az autójukkal, hanem a kiváló sofőrükkel, aki belevetette magát és pakolta a dolgokat, tehát élmény volt vele együtt dolgozni. A Kegyes Alapítvány, egy rövidítés ez a kifejezés, kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítésére jótékonysági alapítvány, ezt jelenti, és egy református lelkész hozta ezt létre, és tulajdonképpen ez sem, nem a vallási alap a lényeg benne, hanem az, hogy hiteles emberek hiteles munkával végzik a dolgukat. Mi ez a kárpátaljai elfelejtett gyermekek? Hát azok, akiket sajnos ott hagytak a kórházakban, ilyen-olyan okokból kifolyólag nem vitték haza a szüleik, nem egyet az utcáról szedtek össze, és ezeket a gyermekeket el kell látni. És ezt felkarolta ez az alapítvány. A nagyszülősi kórházban van egyébként egy ilyen gyűjtőpont, és oda vitték a szállítmányok egy részét, amit innen tőlünk gyűjtöttünk össze. Ezen kívül pedig ők is menekülteknek közvetlenül is adtak a segélyszállítmányból, és ami nagyon fontos, hogy létezik a mélyszegénység sajnos nem csak Magyarországon, mert itt is van azért. Lássuk be, vannak olyan falvak, ahol nagyon sok rászoruló ember van, hanem ott Kárpátalján sokkal-sokkal több, sőt a belső lévő területeken még többen vannak, akik nagyon nagy szegénységben élnek, és ezeknek az embereknek is a jószívű felajánlásból tudtak juttatni ezen az alapítványon keresztül. Érezhetően kevesebb adomány érkezett az elmúlt hetekben a faluházba. A gazdasági helyzet bizonytalansága mindenkire kihat. Arra kérnek mindenkit a szervezők, hogy aki teheti, segítse a nehéz helyzetben lévőket. Az emberek tartalékaikat megmozgatták. Hozzáteszem, évelején elég sokan jutottak plusz anyagi forrásokhoz az adó visszatérítések kapcsán, és emiatt volt, könnyebb volt így adakozni. De én nem nézném le azokat az embereket sem, akik a saját kis kevéske összekupargatott pénzükből hoztak adományt, és váltották a pénzt különböző élelmiszerekre, meg a kért termékekre. Biztos vagyok benne, hogy nem csak kedvről szól, hanem az anyagiak megcsapanásáról is szól, és hát ahogy említettem, azért, mert vannak sajnos negatív felhangok is, ami miatt van, aki úgy van, hogy azt mondja, hát én ezeknek minek adjak. Hát azért nem szabad elfelejteni, és ezre tényleg mindenkinek fölhívnám a tisztes figyelmét, hogy a szegénységnek nincsen nemzetisége. Tehát a szegénység és a rászorultság az nem függ attól, hogy valaki ukrán, ruszin, lengyel vagy magyar származású. Tehát, hogy ne legyünk ilyen szempontból szívtelenek, hogy most az egyik vagy a másik, az a gyerek, ha éhes, akkor annak enni kell adni, akármilyen nemzetiségű. És általában azt kell mondjam, hogy magyar emberek jó szívű emberek, és én bízom a magyaroknak a jó szívűségében és az adakozók kedvében továbbra is, és nagyon kérném, hogyha módjukban áll, akkor hozzák ide a faluházba. Minden hétköznap fogadják az azonnal fogyasztható kész ételeket, kekszeket, tisztálkodási szereket, pelenkákat, vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapítókat reggel 7 és este 8 óra között. Aki teheti, segítsen! A háztartásokban képződött veszélyes hulladékot 2022. május 28-án adhatják le a lakók a budakalászi Klinger Henrik utcai hulladékgyűjtőpont előtti közterületen. A leadható veszélyes hulladékfajták akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladékok, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, fénycsövek és izzók, elektronikai hulladékok, gumiabroncsok. Csak érvényes budakalászi lakcímkártyával adható le veszélyes hulladék. A teljes lista és a további információk a város weboldalán olvashatóak. Búj ki a plastikzsákból! Új dallal jelentkezett május elején Pejcsik Panna, és hamarosan láthatjuk a hozzátartozó klippet is. A további tervekről, koncertekről, programokról is beszámolt az énekesnő. A budakalászi kötődésű énekes dalszerző új szerzeménye hamar a hallgatóság kedvence lett, hiszen egy nem mindennapi témát választott.
a globális felmelegedésről írt dalt. Most jelent meg az új dalom, a Bújj ki a plasztikzsákból, ez a szokványos címet kapta. Ez a fenntarthatósággal kapcsolatos, nem egy szokványos téma, de ezt még 2 évvel ezelőtt egyébként egy pályázatra írtam, ami ezzel kapcsolatos volt. Úgyhogy az adta a löketet és a témát, és most 2 évvel később végre a stúdióverzió kijöhetett, sőt a klip is elkészült hozzá, ez még nem nyilvános, de hamarosan az lesz. És egyébként számomra nagyon fontos ez a fenntarthatóság témaköre, és én is igyekszem olyan döntéseket hozni, amik a bolygónk védelmét szolgálják. És nagyon fontos volt ebben a dalban számomra, hogy ne úgy fogalmazzam meg, ami tovább növeli a klímaszorongást, és nem azt érezzük, hogy úristen, mindjárt meghalunk, és vége a bolygónak, és nem tudom, hanem én abban hiszek, hogy pozitívan kell megerősíteni az embereket, hogy igenis számít minden apróság, amit ezzel kapcsolatban teszünk, és mindenképpen ezt a motivációt szerettem volna erősíteni, egy pozitív hangulatú már amennyire lehet, tehát azért a súlyossága ott van a szövegben, de mindenképpen a motivációra és a megerősítésre, hogy igenis számítanak ezek a tettek. Nehéz terep, hogy hogyan legyen ez kiegyensúlyozva a dalban, hogy azért így minden meglegyen, de a visszajelzések alapján nagyon, nagyon jól sikerült ezt így balanszírozni. A Bújj ki a plasztikzsákból ügyesen ötvözi a magyar zene minőségi elemeit a globális felmelegedés kényes témájával. Számos támogató visszajelzés érkezett a közösségi oldalára, például az iskolában himnusz lesz a dalod, környezettudatosan a fenntarthatóság jegyében tanítok, és ez a dal munkaeszköz lesz nekem, olvasható az egyik kommentben. Megkérdeztük Pannától, hogy kit szeretne megszólítani a dallal, kinek szól. Tulajdonképpen mindenkinek, aki nyitott erre, aki megerősítésre vár, aki szeretne ezzel kapcsolatban valamit üzenni például, és ezért is nagyon-nagyon jól esett, és tulajdonképpen nem is számítottam arra, hogy tanárok írtak, hogy ők használni fogják munkaeszközként ezt a dalt, és meg fogják tanítani a gyerekeknek, mert hogy a zenén keresztül, és ezen a fülbemászó dallamon keresztül tulajdonképpen így beül az agyunkba egy kicsit, és ezt szeretném, hogy egy kicsit így a sorokat dudorászva az emberek így eszükbe jusson, hogy esetleg ezt vagy azt tehetném, vagy most akkor nem tudom, nem veszek zacskót a gyümölcshöz, hanem inkább viszek. Tehát, hogy tényleg ilyen kis apróságok, vagy hogy újra töltöm inkább az üvegemet, és nem veszek egy új műanyag üveget. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, ami ezzel kapcsolatosan tehető. Úgyhogy tulajdonképpen mindenkinek, és nagyon örülök, hogyha a gyerekeket is megszólítja, vagy a fiatalokat. Panna szeret nehezebb, mélyebb témákról írni dalt, hiszen ahogy mondja, a dalírás egy kiváló eszköz lehet az önismeretre is. Igen, ez is egy nehéz téma, ez a fenntarthatóság, és hát valahogy így szeretem egyébként ilyen nehéz témákba vágni a fejszémet, de nagyon leginkább az ilyen önismereti dolgok azok, amik egyébként így foglalkoztatnak, és most például a legutóbbi dalomat azt a transgenerációs traumákról írtam, szóval, hogy mindig ilyen könnyed témákat választok, de azt gondolom, hogy ez egy iszonyatosan jó eszköz a dal arra, hogy olyan érzelmeket fejezünk ki, vagy olyan témákat boncolgassunk, amit azért úgy nem gyakran, vagy mondjuk lehet, hogy elolvasol egy könyvben egy ilyet, vagy egy nem tudom, idézetet, vagy ilyesmi, de hogy az, hogy zenén keresztül, és az, hogy a zene hogy tud koherens lenni egy ilyen témával, és hogy tudja elősegíteni azt, hogy az emberek felismerjenek bizonyos sémákat saját magukban, az lenyűgöző, és ezt próbálom minél inkább kihasználni. A nyári tervek még alakulnak, de úgy tűnik, a hagyományokhoz híven idén-nyáron is hallhatjuk majd Pejcsik Pannát Budakalászon. További tervekről, koncertekről, programokról is beszámolt az énekesnő. Most éppen egyrészt ennek a klipnek a megjelenésén dolgozom, illetve több dalt is írok, és próbálom kidolgozni őket, hogy most már nem másfél év teljen el a következő dalom megjelenéséig, hanem mondjuk csak pár hónap. Emellett meg rengeteg sok zenei projektben veszek részt, tehát
Néha tanítok is, meg lesznek ilyen nyári táborok, ahol ilyen poptáborban például a gyerekeket én fogom, kórust fogok belőlük csinálni, akkor vannak egyéb kórusprojektek, mindenféle filmzenei felvételeket készítünk, szóval ez így az állandó, amik úgy bejönnek projekt jelleggel, és hát nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha tudnék mondani valamit, hogy a szóló projektem az mikor hallható legközelebb. Nyitott vagyok bármilyen megkeresésre, egyelőre most még a közeljövőben nem látom, hogy hol fogunk. Most volt éppen egy koncertem a szülinapomon, április végén, de remélem, hogy minél hamarabb bemutathatom az új saját dalaimat élőben is. Volt már szó, hogy Budakalászon megint ilyen kertkoncertet tervezni, ezt nagyon szeretném, most még pontos dátum nincsen, de szervezés alatt, és nagyon örülök, hogy a budakalásziak ezt számon tartják, és terveznek vele, és kérdezik, hogy mikor lesz a következő kertkoncert, mert ez a legjobb visszajelzés. Pejcsik Panna új projektjeiről a YouTube csatornáján és közösségi oldalán olvashatnak. A klip is hamarosan megjelenik, illetve a budakalászi koncert dátumáról is olvashatunk majd az oldalán. Segítséget kapnak az autósok a Klisovác utcai kihajtónál. Az útburkolaton kiemelt sárga színű jelzésnek az a funkciója, hogy segítse a Klisovác utcáról való balra nagy ívben történő kiutást. A budakalászi utakkal kapcsolatos hír még, hogy a lakók kérésére fekvő rendőrök kerültek néhány utcába az elmúlt időszakban. A Klisovác utca 2, a Kovács Lajos utca és a Solc-Ferenc utca 1-1 fekvő rendőrrel gazdagodott. Hamarosan még egy mesterséges bukkanó is kikerül a Hargita utcába. Végül a várható időjárásról. Szombaton fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Többfelé élénk lesz a szél, 24 és 30 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, 25 és 30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer, röviden. Folyamatosan várják az adományokat Budakalászon az ukrajnai menekültek javára. A háztartásokban képződött veszélyes hulladékot május 28-án adhatják le a lakók a budakalászi Klinger Henrik utcai hulladékgyűjtőpont előtti közterületen. Új dallal jelentkezett május elején Pejcsik Panna, és hamarosan láthatjuk a hozzátartozó teljes klippet is. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!